Munkácsy Mihály Dűlő szénásszekér című képét választottam a tárlatból, amelyet 1868-ban még pályájának elején festett. Ebben a korszakban elsősorban a nemzeti romantika dominál még, és az ő munkásságában is korai időszakról beszélünk. Azért ezt a képet választottam, mert egyrészt a szakmámból kifolyólag egy paraszti életképet láthatunk itt, valamint jól megfigyelhető néprajzi témák fedezhetők fel ezen az alkotáson. Ugye a mai ember már kicsit furcsán néz az olyan küzdelmes életre, mint a paraszti létnek ezek a meghatározó pillanatai, és hát úgy is mondhatnánk, hogy furcsán tekintünk például arra, amikor valami hirtelen probléma történik. Mi is egyes gyűjtéseinknél tapasztaltuk, hogy például csángók, amikor vihar támadt, akkor óriási, hatalmas emberek, férfi emberek milyen félelemmel és rettegéssel tekintettek a jövőbe, a mennydörgéseknél hogy féltek. Ma nekünk ez egy kicsit furcsa lehet, de akkor még tényleg az elemekkel küzdöttek az emberek, főleg a parasztság. És itt is egy ilyen kép látható, amikor a szénásszekér dűl, feltehetőleg beragadt a sárba, egy ember hátul egy emelő segítségével, tehát egy egyszerű fadarab segítségével emelőt képezve próbálja előre lökni a szekeret, valamint elől két másik férfi ember látható, az egyik jól megfigyelhetően bőgatyába, borjúszájú ingbe, hogy a köldökét sem takarja, se a vesélyét. Ez egy tipikus alföldi viseleti darab, és ez valóságos is, míg a másik oldalon egy búsuló cifraszűrben a ló és a marha között álló gondterhelt embert láthatunk. Ez utóbbi, ahogy azt már sokan elmondták, a mesternek egy fiktív elképzelése, hiszen ahogy máma sem megyünk frakban vagy öltönyben, ugye a gépjárművet lemosni, hát akkor sem feltételezhető, hogy egy ilyen nagyon drága ünnepi viseleti darabban mentek volna ki a mezőre az emberek. Arról van szó, hogy a művész egyszerűen azokat a kedves dolgait, amit szeretett és ami tényleg magyar, hiszen arról van szó, hogy itt is, hogy fölfedezik ugye a parasztságot, pont erre az időre tehető ez a nemzeti romantika. Ezért kerülhetett bele egy ilyen ide nem való viseleti darab például a festménybe. Fölül pedig egy asszony látható, amint az összekötött széna tetején fekszik. A kép nagyon mozgalmas, és jól kifejezi azt a gyötrődést, amit az elemekkel vívott harcot, amelyet ebben az időben előszeretettel ábrázoltak a művészek, de valóban mindennapi része volt ez a parasztember életének.